Magyarország nemzetközileg is híres volt arról, hogy nagyon jó véradói aktivitással bírt, és így megfelelő mennyiségű vér állt a betegek rendelkezésére. Azonban a számok egyre csökkennek, 2015-ben kevesebben adtak vért, mint a korábbi években. A Szegedi Regionális Vérellátó Központ régióvezetője szerint ennek legfőbb oka, hogy előregszik a véradó társadalom. Sajnos a fiatalok körében nem túl népszerűek a véradások. Mi ezt szeretnénk, hogyha különösen akiknek a családjában szülők, nagyszülők, testvérek véradók voltak, hogy ugyanebben a nagy családba tartozzanak a fiatalok is, és ne csak akkor jöjjenek el, sokszor hallom ezt mostanában, hogyha majd az anyukámnak vagy az apukámnak lesz szüksége. Az egészségügy működése szempontjából évente közel 500 ezer véradóra lenne szükség ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vörösvérsejt koncentrátumot tudjanak az egészségügyi intézményekben kezelt betegek számára kiadni. A véradók száma az előző évben a 400 ezeret is alig érte el. A makói kistérségben 2015-ben 1500 önkéntest regisztráltak, ám ez a mennyiség alig elegendő arra, hogy a makón kezelt betegeket megfelelően tudják ellátni. A Magyar Vöröskereszt, amely a véradásokat szervezi, különféle akciókat talál ki, hogy ösztönözze segítőkész adományozóit. A véradás után mindig szoktunk adni apró kis ajándékokat a véradóknak. Most a Hungerit jóvoltából tudunk adni egy bésli kupont, adjuk a makói fürdőjegyet, adjuk a mórahalmi fürdőjegyet, és a Damona jóvoltából január hónapban egy 6 hónapos multivitamin kúrát tudunk biztosítani a véradóknak. Véradóvá az a személy válhat, aki már betöltötte a 18. életévét és nem múlt el 65 éves. Emellett minimális súlyhatárhoz kötött a véradás, hiszen aki karját nyújtja, annak el kell érni az 55 kilót. A véradás előtt általános vizsgálat és hemoglobin szint mérés is vár a véradókra. Aki segíteni szeretne, az hétfőn 9 órától 2:30-ig és csütörtökön 9 órától délután 1 óráig a Kórház utca 2 szám alatt teheti meg.